Augusztus 3-án Kárpát-medence szerte lovasok indultak zarándokútra saját régiójukban, hogy így módon is hirdessék a nemzeti összetartozást. A horvátországi magyarságot Fica János és Csicska Norbert képviselték, akiket csúzán bocsátottak útjukra, és Pozsega településig lovagoltak, hogy ott továbbadják a magukkal vitt zászlókat magyarországi zarándoktársaiknak. Egy lovas zarándoklat indult nemrég Kárpát-medence szerte, amely a nemzeti összetartozás jegyében zajlott, és a lovas hagyományok a múlt, valamint a vallás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az erdélyi kezdeményezésben 7 ország vett részt, köztük horvátországi magyar lovasok is. Csicska Norbert és Fica János Csúzától egészen Pozsega településig vállalták az utat. A csúzai lovasokat augusztus 3-án ünnepélyes keretek közt a falu központjából bocsátották útnak, melyen részt vett Szent Péter, a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspöke, Andrássy Gyula plébános, valamint a vörösmarti cserkészek. Közös imádság és igehirdetés után az egyházak képviselőinek áldásával indultak el a lovas zarándokok. Nem arról szól, ami létünk, hogy másoknak bérét szipolyozzuk, hogy másoknak nyakát tapossuk, hanem életünkkel teszünk bizonyságot arról, hogy mi Istennek gyermekei vagyunk, és az ő szeretetét naponként megtapasztaljuk. Kárpát-medencei lovasok megkértek azzal a fölkéréssel, hogy egy kárpát-medencei zarándoklatot szerveznek, és nagyon örültünk ennek a fölkérésnek, hogy bennünk megbíznak annyira, hogy mi ezt végvezést tudjuk vinni. 7 országban fogtak össze a lovasok, akik ezen a napon 9 órakor mindegyszerre indulunk, egy lovas túrát végzünk. 2 zászlót viszünk magunkkal, egy magyar zászlót, a másik pedig a Boldogasszonynak a jelképét mutatja, akinek a védnöksége alatt lovagolunk. A lóháton megtett hosszú utak gyakran próbára teszik az ember teljesítő képességét, azonban rendkívüli tapasztalatokat lehet átélni. A lóháton megtett út előcsalogatja a letűnt idők hangulatát. A lovasok azt mondják, ilyenkor valóban úgy érzik, mintha a múltba érkeznének. A mi útunk Csúzától Pozsegáig, meg ez egy 3 napos túra, napi kb. 50 kilométerrel. A 3. nap után átadjuk a zászlót a magyar lovasainknak, mert azok vannak, akik többen el tudnak jönni, mi csak 3 napot tudunk bevállalni, és ők meg tovább folytassák akkor Szlovéniáig az utat. A zarándoklatnak részesei voltak olyan jóhiszemű emberek is, akik, ahol erre szükség volt, a lovak és a lovasok megvendégelésében segítkeztek, hogy a menet fennakadások nélkül haladhasson. Merre lesz a menet, fiatalok? Zarándok. Megkínálhatnak valamivel? Nem tudom. Thank you.
A zarándoklat a lovas hagyományok és a nemzeti összetartozás fontosságát és azokat az értékeket hirdette, amelyeket a lovas zarándokok mindegyike fontosnak tart.